A Magyar Vöröskereszt területi szervezete mintegy 30 éve szervez minden télen étkeztetési programot. Igaz, 2020-ban ez a jótékonysági akció a pandémia miatt elmaradt, de tavaly december óta ismét több alkalommal van lehetőségük segíteni a rászorulókat egy-egy tányér levessel. Ezen a télen immár negyedszer várták meleg étellel a hátrányos helyzetűeket. Századak babujást osztunk ki a mai napon. Itt már a tömeg ugye gyűlik, hála a jó Istennek, és nagyon örülünk az újabb felajánlónak, a Szent György Lovagrendnek, akik már most már harmadik idényben támogatják a téli étkeztetési programunkat. Kosik Máriától megtudtuk, régebben két helyszínen osztottak ételt az arra rászorulóknak, de 2016-tól már csak egy helyen, mégpedig a Vöröskereszt EGRI területi szervezetének udvarán rendeznek ilyen jellegű jótékonysági akciót. A meleg babujás mellé finom süteményt is kaptak péntek délben a hátrányos helyzetűek. Az ételosztást a Szent György Lovagrend finanszírozta. A Szent György Lovagrendnek az egyik fő tevékenysége a karitatív munka, tehát mindenképpen fontosnak tartjuk. Gyakran másfajta karitatív jellegű munkáink is vannak, gyakran végzünk ilyen tevékenységeket. Ez az egyik, és úgy gondolom, hogy ilyenkor télen ebbe a hidegbe erre nagy szükség van. A megjelentek mindegyike nagyon örül a Vöröskereszt ilyen jellegű akcióinak. Nagyon sokat jelent, ez szerintem nem csak nekem, itt mindenkinek. Mindenkinek itt van már rászorultsági alapon. Hát sokat jelent, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, amit itt kapunk. A meleg ételosztáson kívül úgynevezett hideg reggeli akciója is van az EGRI szervezetnek. Ide elsősorban hajléktalan személyeket várnak egészen február végéig. A kezdeményezésekhez szerencsére nem kell partnereket keresnie a Vöröskereszt EGRI munkatársainak, ugyanis egyre több vállalkozó keresi fel őket a segíteni akarás szándékával.